július 2-a és augusztus 24-e között hétfőtől péntekig nyári játszóházat szervez az Életfa Családsegítő Egyesület. Erről tudhatnak meg többet a következő percekben Kassai Rékától, az Egyesület munkatársától. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát szinte mentővként szolgál ez a játszóház, azt is mondhatjuk, azon gyerekes családok számára, akiknek nagy kérdés az, hogy mit kezdjenek a gyerekekkel a hosszú nyári hetek alatt, mi alatt dolgoznak a szülők. Nos, itt egy lehetőség, hogy működik ez a játszóház? Hát előre be kell iratkozni, 6 és 12 év közötti, tehát kisiskoláskorú gyerekeket fogadunk alapvetően, és naponta 9-től 16 óráig hosszú programon, vagy 9-től 13 óráig rövid programon lehet a gyerekeket ott hagyni egy tartalmas, főleg játékkal teli időtöltéssel felügyelet alatt. No és mit jelent ez a tartalmas időtöltés az Életfánál? Hát most szerintünk a tartalmas időtöltés leginkább azt jelenti, hogy szabad játék, tehát mindig vannak különböző foglalkozások, és idén is lesznek ilyen tematikus napok, vagy minden nap lesz valamilyen tevékenység, de alapvetően a fő célja ennek a játszóháznak az, hogy a gyerekek minél többet lehessenek a szabad levegőn, minél többet játszhassanak egymással, lesznek irányított játékok is, meg nyilván tevékenységvezető végig ott van, de hogy úgy gondoljuk, hogy a gyerekek fáradtak is, és hogyha vakációs játszóház, akkor az a lényege, hogy minél többet játszhassanak. És ugye most már jó terep is van hozzá, hiszen az Életfának az új, hát már nem annyira új székházában, jó nagy az udvar is. Így van, és játszótéri elemekkel is fel van szerelve. Úgyhogy változatos lesz a program. Hogy képzeljük el, körülbelül hány gyerek gyűl össze, és hány felnőtt foglalkozik velük? Hú, hát ez egy jó kérdés. Általában két felnőtt minimum ott van. Most folyamatos a jelentkezés, és nem tudnám megmondani, hogy eddig hányan jelentkeztek, mert van, aki egy napra hozza a gyereket, van, aki egy hétre, van, aki egy teljes hónapra, vagy egy teljes időtartamra beiratja. De tényleg akkor mondjuk el azt is, hogy van lehetőség arra, hogy csak egy napra írassa be valaki a gyereket, de arra is, hogy hosszabb időszakokat ott töltsön. Így van. Tehát bármennyi időre el lehet hozni a gyerekeket. És visszatérve a tevékenységekre, itt rákérdezett, hogy pontosan mik is lesznek. Hát lesznek ilyen kézműves tevékenységek, lesznek zenés tevékenységek, lesz animációs műhely, természet ismeret és bábszínház is. Tehát nagyon bőséges a kínálat. Melyek a jelentkezési feltételek egyébként? Mennyivel korábban kell tudniuk, hogy hány gyerek jelentkezik egy-egy napra? Hát folyamatosan lehet jelentkezni, tehát jelenleg még vannak helyek, ennyit tudom mondani, de azt, hogy ezek mikor telnek be, azt jelenleg nem tudom. Folyamatosan lehet jelentkezni, és a feltételek, hát ez az, hogy 6 éves kortól, illetve kisiskoláskor, ez valamennyire dinamikus, mert vannak régi visszajáró játszóházasaink, akik már nagyok, de eljönnek, és nem is annyira be is kapcsolódnak a játékba, de inkább segítenek, megjátszanak a kisebbekkel, őket mindig nagy szeretettel látjuk viszont, és kisebbek is időnként jönnek, főleg akkor, hogyha kis testvér van, vagy ha olyan a gyerek, hogy nem igényel önálló törődést egy felnőtt részéről, akkor ezek ilyen dinamikus dolgok. Értem. Mit kell vinniük magukkal a gyerekeknek? A gyerekeknek 10 órait is ebédet kell vinniük, és az Életfa vizet és teát meg gyümölcsöt biztosít nekik, illetve újabban van egy konyhánk is, ami lehetőséget ad arra, hogy megmelegítsük az ebédet, úgyhogy melegíthető mikroszató dobozban hozott ebédet lehet. Hát akkor mindenre odafigyelnek, azt jelenti, hogy nagyon gondosan fogadják ott a gyerekeket. Szociális jellege is van ennek a programnak, mert ugye kedvezményt is tudnak biztosítani a rászoruló családoknak. Vannak szociális kedvezmények, illetve lehet szociális kedvezményt vagy szociális helyeket igényelni. Ezen kívül minden családban a második gyermeknek is jár kedvezmény, illetve nagy családos kedvezmény, ez alap, de hogyha valaki különösen nehéz helyzetben van, akkor ezen felül is igényelhet, főleg a nagy családosokon kívül a gyerekeket, egyedül nevelő szülők, és hát minden kérést egyénileg elbírál a vezetőség, és egyéni megegyezést tárgya, hogy ki milyen feltétel alapján vehet részt a programokon. Értem. A közleményükben azt is olvastuk, hogy önkéntesek jelentkezését is várják. Így van. Szoktak önkéntesek jönni, egyetemisták is a programjainkra, és ez egy hivatalos önkéntes program is nekik, tehát igazolást is adunk erről. És bármikor szívesen látom minden segíteni akaró jó szándékú önkéntest. És általában milyen feladatok hárulnak egy önkéntesre? Hát a gyermekekkel való játszás, gyerekfelügyelet,
Tehát felvigyázás. És lesz még valaki, aki ott irányítja? Hát lesz a tevékenységvezető, egy állandó tevékenységvezető, illetve egy olyan meghívott, vagy szakember, vagy még egy felnőtt, aki a különböző jellegű tevékenységeket vezeti. No, ugye nem először szervezik ezt a játszóházat, jó néhány éve működik az Életfánál. Melyek a tapasztalatok, hogy általában hogy telnek ezek a nyári hetek? Mikor sűrűsödik be a gyereksereg, vagy milyen korosztály van jelen jellemzően? Hát ez nagyon változó, és igazából hát én főleg az általánosabb jellegű információkat tudom elmondani, és újabb lévén az Életfánál annyira nem látom át az elmúlt 10 évet, ugyanis 10 éve működik ez a játszóház. Értem. És nagyon sokféle év volt, de voltak tematikus évek, például amikor egy egész játszóháznak a tevékenysége valamilyen történelmi esemény köré volt szervezve, de igazából ezekről én csak így érintőlegesen értem. Tudok. Nem vettem részt a korábbi játszóházakban folyamatosan. Na de most ott lesz. Igen. És akkor mondjuk el még egyszer, hogy várják a jelentkezéseket, hova is kell jelentkezni ők az érdeklődőknek? Az életfa@gmail.com e-mail címen jelentkezhetnek, és minden információt itt kapnak meg. Értem. Esetleg, hogyha mondanám még néhány szót a nyár további programjairól, most én nem tudom, hirtelen a kolozsvári Magyar Napok idejére gondolok, amikor az Életfa aktívan részt vesz a programsorban. Hát igen, ez a nyáron a legnagyobb feladat, a Magyar Napokon való részvétel és a családos programok megszervezése. És hát szeptember elején lesz majd egy gyermek, egy mesetábor, erről is részletesebb információt lehet kapni személyesen, e-mailben. És hát nagyjából a játszóház és a Magyar Napok az, ami a nyári tevékenység, és ősztől pedig a mesetábor után újraindulnak az állandó tevékenységeink, amiből jelenleg már nagyon sok van, ilyen 15 körülbelül párhuzamos tevékenység folyik hetente a székházban. Most nyáron ezek nagy rész szünetelnek, de vannak olyan tevékenységek is, ilyen hasregeneráló torna, meg hordozós babatorna anyukáknak, ilyesmik vannak folyamatosan nyáron is, csak kevesebb. Hát személyesen lehet érdeklődni. Nyilván hogy mi követni az, kell a honlapot esetleg, vagy akkor személyesen érdeklődni, mert bizonyára egymásra tevődik. Igen. Ez a nagyon dinamikus periódus. Tehát július 2-ától azt jelenti, hogy már jövő héttől Igen. kezdődik a játszóház, és kedves szülők, augusztus 24-éig tartalmas programot találnak az Életfa Családsegítő Egyesület székházában gyermekeik számára. Kassai Réka, köszönöm szépen, hogy itt volt és mindezeket elmondta, és hát tartalmas időtöltést kívánunk az Egyesület munkatársainak is erre a nyárra. Köszönjük!